A helytörténet kutatással, valamint a honismerettel foglalkozó két szervezet, a Szirbik Miklós Egyesület és a Makkói Honismereti Kör a levéltár támogatásával konferenciákat szerveznek. Sajnos a koronavírus miatt volt egy kis szünet, de ezt követően Pulitzer József származásáról, tevékenységéről, hatásáról tartottak a levéltárban egy megemlékezést. A közös szervezés tovább folytatódott a közelmúltban, amelynek a Galambiskola előadóterme adott otthont. Ahol ez a három szervezet és az általa meghívott előadók be fogják mutatni azt, hogy milyen makói, illetve makói születésű, makói származású történészekre érdemes emlékeznünk. Persze a teljesség igénye nélkül, hiszen hogyha mindenkiről beszélnénk, akkor itt ülhetnénk ugye holnap délig, tehát valamilyen szinten válogatni kellett közülük. 12 történészről fogunk gyakorlatilag beszélni, és megpróbáljuk nagyon röviden összefoglalni azt, hogy kik voltak ők, és mit lehet róluk tudni. Az előadók között volt professzor emeritus dr. Blazovics László, aki két történészt mutatott be. Az egyik Május Elemér, az igen kiváló középkor történész, a másik pedig Oltvai Ferenc, aki levéltárigazgató volt, Hosszú Csanád megyei levéltárigazgató is volt, és szegedi levéltárigazgató is volt. Az eseményen továbbá megemlékeztek Bálint Nagy Istvánról, Búzás Lászlóról, debreceni Bárány Ágostonról, Eperjesi Gézáról, Eperjesi Kálmáról, Gazdagpusztai Gyuláról, Szabó Dezsőről, Tóth Ferencről, Török Józsefről és Vajda Istvánról. A hétvégén pedig egy kerékpártúrára is sort kerítettek, amely a József Attila Múzeum elől indult. És hát Pán László tanárnőnek volt az az ötlete, hogy sokaknak van emléktáblája, illetve Makón vannak eltemetve, és akkor keressük föl az emléktáblákat, illetve a sírjukat is, amennyiben tudjuk, hogy hol vannak pontosan eltemetve, vagy hogy a mai napon erre kerül majd sor. Nagyjából azért össze tudtuk szedni azt, hogy ki melyik temetőben van, abban biztosak vagyunk. A Tóth Feri bácsi kötetének köszönhetően azért be lehet lőni nagyjából a temetőn belüli helyszínt is. Nyilván azért, ha valaki nagyon régen meghalt, és nem gondozták a sírját, akkor fordult, hogy nehezen olvasható a sírfelület, ez azért okozhat problémát, de most a délután folyamán azért nyilván készültünk is, de mindenkit nem találtunk meg, sajnos egy-két kivétel azért volt, de igyekszünk azért mindenkit felkeresni az személyek közül, akikről a konferencián ugye szó volt. A múzeum falán Tóth Ferenc emléktáblájánál egy nemzeti színű szallagot helyeztek el, majd tovább haladtak a bíróság épületéhez, ahol Május Elemérre emlékeztek, majd a temetők felé vették a résztvevők az irányt.